Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora július 6-án szerdán. Minden évben július első napja a Semmelweis nap. Ekkor az egészségügyben dolgozók munkájáról emlékező meg országszerte. Így tettek a megyei kórházban is. Erről is szó esik ma, nézzük a kínálatot. Betakarítás. A szárazság miatt nagyon gyenge lesz az idei termés. Véget ért az első év, alapítványi fenntartásban zárta a tanévet az egyetem. Semmelweis nap, az egészségügyi dolgozók munkáját köszönték meg a kórházban. A szárazság miatt évek óta nem látott gyenge termésre számítanak a megyei szántóföldi termelők. Ha már a nullszaldót elérik, akkor örülni fognak a gazdák. Mi lesz így a gabonával és a liszttel? Kerecsen József járt utána a kérdésnek. Nagyport kavar a munkában lévő kombájn ezen a Tímár melletti szántóföldön, miután május óta hatalmas az aszály a térségben. A szokásosnál egy héttel hamarabb elkezdték betakarítani a búzát. A szárazság rányomta a bélyegét a termés mennyiségére, a tavalyi hozam alig több mint harmadát tudják csak learatni. Mi az integrációval együtt és a saját területeinkkel egy 700-800 hektár területért felelünk. Gyakorlatilag ennek körülbelül a felé járunk. Ami nagyon különlegesebb az évben, hogy nagyon korán megkezdődött a betakarítás, már június utolsó napjaiban is vágtunk búzát az időjárás miatt. Ha már időjárás, ugye hatalmas aszály sújtja a térséget hónapok óta, milyen következményekkel járt mindez? Igen, hát ez óriási következményekkel jár, meg járt, hisz az elmúlt évi rekordtermés, hiszen megyek kukoricából és buzából is kalászosokban nagyon szép eredményeket ért el. Most körülbelül 40%-osak a számaink. A nem öntözött területek azok 3-4,5 tonna között. Hát most konkrétan ez a tábla, ahol állunk, ezt öntöztük. Ez az első ilyen öntözött tábla. Úgyhogy ez remélem, hogy egy 4,5 tonna körül fog zárni. Ez pedig már azoknak a raktáraknak az egyike, ahová beszállítják a learatott termést. Egyelőre kérdéses, hogy a búzának hány százalékát tudják hasznosítani a malmok. A termés minősége ugyanis furcsa módon számukra túl jó minőségű, ami azt jelenti, hogy aránytalanul magas a fehérje tartalma, amiből pedig nehezebb lisztet előállítani. Pásztor András szerint a magyarországi ellátás nem lesz veszélyben, a kenyér árának további drágulására azonban jó esély mutatkozik. A fehérje 18 fölötti százalékokat ismertünk, és az egyéb mutatók is, hát például a sikér 41 fölötti méréseink is voltak, ami már a malmok szerint már túl jó, tehát még valami megoldást kell találni, hogy jó kenyeret tudjanak belőle csinálni. Viszont a takarmány szempontjából elsősorban ugye a baromfővonalon ők fehérjére vásárolnak, és ott bízom benne, hogy ez érvényesülni fog, ez a magasabb. És így az ár is valamelyest hát javulhat. Nagyon sok összetevős jelenleg a helyzet, hisz ugye tudjuk, hogy egy háború kellős közepén vagyunk. Ugye egy Ukrajna, aki óriási ugye szerepe van a világpiacon, búzában is, hát nyilván egyebekben is, és hát nyilván az itteni dolgokat nehéz felmérni nekünk, ugye, mert Szabolcs megye ilyen szituációba került időjárás miatt, viszont Dunántúlon jó termések, tehát a országos átlagot legalábbis körülbelül egy másik 2 millió tonna exportra számolnak, tehát a magyar igényeket biztos, hogy ki tudjuk jó minőségben elégíteni, az árak pedig hát elindultak aztán, hogy fognak alakulni, és tudjuk az elmúlt időben minden ár rendkívül ugrált, bizonyos szempontok beléptek, akkor csökkent, más szempont esetén emelkedett. Én úgy gondolom, hogy ez a 3 és 4,5 tonnás, búzátlagok, ezek nincs olyan ár, ami már nyereségessé tudja tenni. A búza mellett Tímáron kukoricát is több száz hektáron termeszt a társaság. Itt sem reménykeltő a helyzet, a már betakarított repce termés hozama viszont közepesnek mondható. A legkritikusabb pozícióban a kukorica van szerintem. Mi itt szemben hibrid kukoricával foglalkozunk, ezt állandóan öntöztük, ennek ellenére nagyon komoly már a szájkár, egyszerűen ilyen
35-39 fokos hőséget hosszú idő, tehát napi 8-10 órában nem bír el a növény. Hiába kerül ki az a kis öntözővíz, mire leér, fele ugye elpárolok, és kellene egy jó kis esők, ami ugye lehűl a levegő, és akkor nyilván a jobban hozzájut a növény és a tápanyaghoz. Repce 200 hektár vállalásunk van összességében. Gyakorlatilag egy 25-26 tonnás repcéket takarítottunk be, ez volt az átlag, viszont ebbe is volt, amit tudtunk öntözni, azok 3,5 tonnát hoztak. Első évét zárta alapítványi fenntartásban a Nyíregyházi Egyetem. Számtalan megállapodás kötött középiskolákkal és vállalkozásokkal, annak érdekében, hogy erősítse és piacosítse oktatási kínálatát. Vendégünk a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese, Kósáné dr. Bilanics Ágnes. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam. Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Ja, szombaton volt a diplomaosztó az egyetemen, tehát lezárult egy év, egy nagyon fontos év, hiszen az első év volt, amikor alapítványi fenntartásban működött az egyetem. Tavaly augusztusban, szeptemberben beszélgettünk önökkel arról, hogy milyen elvárásokkal néznek az első év iránt, akár a diákokat tekintve, akár pedig a ott dolgozókat tekintve. Milyen volt ez az első évi alapítványi fenntartásban? Hogyan sikerült az eredeti terveket megvalósítani? Valóban mi is úgy érezzük, hogy egy év eltelte után alapítványi fenntartásban érdemes egy kicsit számadást tenni, leltározni, hogy hogyan is telt a Nyíregyházi Egyetem oktatói, nem oktatói és hallgatói számára ez az elmúlt egy év. Számos területen újdonságként új dolgok jelentek meg a hétköznapi munkánkban. A Nyíregyházi Egyetem, mint minden más alapítványi fenntartású egyetem, úgynevezett teljesítménymutatókkal, indikátor elvárásokkal kötött közfeladatfinanszírozási szerződést a fenntartóval. Ennek értelmében számos olyan területen, amiben a korábban nem voltak ilyen módon a teljesítményeink mérve, most egy kicsit a vállalati gondolkodásmódnak megfeleltetve, mind a hallgatói előrehaladásban, a hallgatói teljesítményekben, az oktatóknak a tudományos citációikban, annak minősítettségében számos olyan mutatóval rendelkezünk, amelyeknek megvalósítására az elmúlt év végén már komoly, hát hogy úgy mondjam, szerkezeti átalakításokat tettünk. Ennek fényében átalakultak az oktatóknak a klasszikus feladatkörei, megváltoztak a munkaszerződésnek ilyen módon azok a pontjai, amelyekkel korábban még nem találkozhattunk. Én úgy hiszem egy év után, hogy az oktatóknak sikerült ezt elfogadni, értelmezni, és ennek az eredményeit már most tapasztalhatjuk. Látjuk azt is, hogy olyan komoly támogatásokhoz is hozzá tudtunk jutni, amit az alapítványi fenntartási időszak előtt nem kaphattunk. Mire gondolok, marketing területen, beiskolázás területén számos olyan támogatást igénybe vehettünk, amely segítette ezt a folyamatot. Én azt is hiszem, hogy ennek is köszönhetjük, hogy míg országos tendenciában más egyetemeknek esetlegesen a felvételi számai esetlegesen mérséklődtek, országos átlaghoz képest is kiemelkedő mértékben növekedett a Nyíregyházi Egyetemnek a jelentkezőinek a száma. Én azt gondolom, hogy ez a Nyíregyházi Egyetem reputációját, jogosságát, létjogosultságát, munkájának elismerését is egy picit visszajelzi. Most volt valóban, ahogy említette, a diplomosztó szenátusi ülésünk a hétvégén. Közel 700 hallgatunk szerzett diplomát ebben a záróvizsgai időszakban, vagy záróvizsgázott, és ebből 400-an rendelkeznek is a végzéshez szükséges KKK szerinti nyelvvizsga követelményekkel is. Én úgy gondolom, hogy ezek a hallgatók most megjelennek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkaerőpiacon, és ez nekünk nagyon fontos, hogy ahogy már említette, a vállalatok, gazdasági partnereink, együttműködő szervezetek igényeinek is ilyen módon meg tudjunk felelni. Hogyha már beszéltünk arról, hogy átalakult a belső munkavégzés az egyetemen, igen, belül, és bizonyára sokan voltak úgy a dolgozók, oktatók közül, akik elsőként nem is nagyon értették, hogy pontosan mi történik, nyilván akkor lehetett megérteni, amikor már ment is ez a folyamat. Nagyon komoly bérrendezés is volt, igen, ez nyilván segítette a megértés az új rendszerhez, valamint fontos azt tudni, hogy mindenki megtalálta új
úgy tűnik a helyét ebben az új rendszerben is. Tehát nagyon komoly lemorzsolódás nem volt oktatói tekintetben az egyetemen. Valóban az oktatóink és a nem oktatói dolgozók is rendkívül örültek annak, hogy ilyen mértékű bérrendezésben volt részük. Nyilván azt is értették és megértették, hogy ehhez új feladatok is párosulnak. A Nyíregyházi Egyetem vezetése nagyon komoly energiákat fektetett arra vonatkozóan, hogy edukálja a kollégáit, hogy az előttünk álló időszakban mik az elvárások, ezek milyen feladatokkal párosulnak, és hogy hogyan lehet ezeket valóságában jól realizálni, úgy, hogy ennek minden egyes munkavállaló számára pozitív következményei legyenek. Lemorzsolódás vonatkozásában nagyon minimális volt az oktatók részéről, akik esetlegesen úgy gondolták, hogy nem itt kívánják folytatni, szinte konvergált a nullához. Uh-huh. Diákok tekintetében milyen változás volt, milyen új szolgáltatásokat, hogyha szabad ezt a csúnya szót használni, oktatás tekintetében, szóval mivel találkozhattak ebben az évben, miben volt másabb ez, mint a korábbi évek? A hallgatók számára is több olyan rendezvény elérhetővé vált, ami a korábbi években esetlegesen korlátosabb volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy rövid ciklusú képzésben résztvevő hallgatóinknak még a COVID hatásai még fokozottabban rányomták a bélyeget. Ezt a hiányérzetet próbálta a kuratórium orvosolni hallgatói rendezvényekkel. Két hetente táncház lehetőségét nyitottuk meg a hallgatóinknak. Mentorálás, patronálás lehetőségeit, hallgatói jogsegélytámogatásokat minél szélesebb körben elérhették a hallgatók. A nemzetközi hallgatóink számára Erasmus Roomot alakítottunk ki az egyetemen, amely nem csak a külföldi és nemzetközi képzésekben érkező hallgatók számára volt nyitott, hanem a nyíregyházi és Szabolcs megyei és itt élő hallgatóink számára is. Ezen nagyon komolyan elkezdtük őket egy kicsit annak irányába is integrálni, hogy minél befogadóbbak legyenek más országokból érkező hallgatók számára, és végül, de nem utolsó sorban a számukra régen vágyott szakestek világát is vissza tudtuk hozni, hogy minél több olyan rendezvény legyen, ami a mai 21. századi online térben egész erőteljesen szocializálódott hallgatók számára mégis egy kicsit közelebbé hozza az egyetemet, és kifejezetten fontosnak tartottuk, hogy felmérjük az igényeiket, hogy mikben szeretnének támogatásokat is, és arra célzottan adtunk nekik lehetőséget. Ugye nagyon fontos mondta az, hogy nagyon sokan jelölték meg, többen, mint a tavalyi évben a Nyíregyházi Egyetemet elsőként, tehát úgy tűnik, hogy szeptemberben nem lesz gond a beiskolázással. Ennek legfőbb egyik rugója volt az, hogy egy nagyon intenzív marketing kampányt is végeztek. Miben állt ez pontosan? Így van, hát reményekkel várjuk a szeptembert, és előtte még a július 21-i vonalhúzást és a pótjelentkezési időszakot. Korábban is hagyományos felületeken a Nyíregyházi Egyetem az élhető, közelség, elérhető egyetem szlogán értelmében nagyon komoly partnerkapcsolatokat alakított ki a megye régió középiskoláival, és a személyes jelenlétre helyeztük a hangsúlyt. A pandémia felhívta a figyelmünket arra, hogy a célcsoportunk, a beiskolázandó fiatalok már nem csak erre nyitottak, ezért az elmúlt években, mert nem csak ebben az évben, de az elmúlt évben sokkal fokozatosabban, az online térben is szinte a lehető összes felületen, a Facebooktól, a TikTok videókon keresztül, a Spotify-on, a különböző podcastek segítségével szinte heti rendszerességgel készítettünk olyan anyagokat, amelyek a mai fiatalok érdeklődésére számot tarthatnak. A hagyományos eszközeinket nem hagytuk abban. Az iskoláktól nagyon jó visszajelzéseink vannak arra, hogy szükség van a személyes kontaktokra is, mert egy-egy oktatónak a megjelenése, egy felsőoktatási intézmény oktatójának megjelenése a középiskolákban azért még az is nagyon komoly erő a fiatalok számára, illetve minél több területen próbáltuk akár a szülőket is megszólítani, a tanárokat. Hogy ne hívtak minket olyan sajtótájékoztatóra, ahol egy-egy megyei középiskolával kötöttek valamilyen megállapodást. Pontosan, illetve a népszerűsítő, tudomány népszerűsítő programok keretein belül élmény alapú órák közvetítésében is részt vettünk. Természetesen ennek legnagyobb lehetőséget a természettudományos képzések adnak, és talán ebben lehet a leglátványosabb eredményeket elérni. Azt is látjuk, hogy a pedagógus képzés az, amely hallgatói
érdeklődéstől talán egy picit távolabb áll, és szeretnénk a következő generációnak megmutatni azt is ezen élmény alapú oktatás keretein belül, hogy melyek ennek a pályának a szépségei, és igenis érdemes a következő generáció társadalmi nevelése okán is minél több hallgatójelöltnek akár a pedagógikumot választani. Igen. Hányan jelölték be elsőként a Nyíregyházi Egyetemet a tavalyi adatokhoz képest? Mennyivel többen? Első helyesen 1428 hallgató jelölte be a Nyíregyházi Egyetemet. A tavaly 1000 néhány százhoz képest ez egy nagyon komoly emelkedést jelent. A legnépszerűbb szakjaink továbbra is az országos trendeknek megfelelően a gazdálkodási és menedzsment szak. Nyilván Nyíregyháza rendelkezik egy több mint 50 éves hagyományokkal rendelkező repülőmérnök képzéssel, és emellett a pedagógus képzésben az óvoda és kisgyermek nevelő szakunk, amely komoly népszerűségnek örvend. Fontos azt tudni, hogy nem csak középiskolákkal kötöttek megállapodásokat, hanem vállalatokkal, cégekkel is azért, hogyha valaki végez önöknél, akkor olyan tudást szerezzen, amivel azonnal szintén be tud állni a munkavilágába. Ezen a területen hogyan állnak? Ez volt az egyik lényege az alapítványi átalakításnak, hogy minél szorosabb legyen a kapcsolata a munkaerőpiaccal, a vállalkozásokkal. Így van. A Nyíregyházi Egyetem képzési portfóliója rendkívül szerteágazó. A pedagógikum képzései mellett azért van egy nagyon komoly mérnökképzésünk, van egy komoly gazdasági szakemberképzésünk, és még számos olyan alapdisziplinális képzéssel rendelkezünk, amely a munkaerőpiac igényeire szükségszerű, hogy reagáljon. A vállalati együttműködéseinknek már nagyon komoly hagyománya van a múltban. Egy képzés nem lehet úgy hiteles, hogyha nem ismeri és tudja a munkaerőpiac világának változásait, és azokra nem reflektál. Ezek az együttműködési megállapodások leginkább arról szólnak, hogy a munkaerőpiac jelen szakmai igényeit próbáljuk meg kielégíteni. Számos vállalat keresi hallgatóinkat gyakorlati képzésre, összefüggő szakmai gyakorlatra, gyakornoki képzésekre ajánljuk a hallgatóinkat, illetve ami az elmúlt években új fogalom, de azt hiszem már nem is annyira új fogalom, a duális képzés is már jó néhány éve megvan a képzési palettánkon. Ez az egyik oldala a hallgatók részéről. A másik oldal pedig nyitottak vagyunk arra is, hogy a munkaerőpiac helyi szereplői edukáció keretein belül a katedrán is lehetőséget kapjanak arra, hogy a gyakorlati oldalról ők maguk mondják el, hogy az ő világukban a szakmának a gyakorlata így realizálódik. Ezáltal a hallgató számára az elmélet és a gyakorlat párosítása hitelesebbé teszi ezt a képzést. Tehát gyakorlatilag mehetnek oktatni egy-egy cégnek azok a munkatársai, akik erre alkalmasak és képesek. Így van, egy-egy előadás erejéig, vendégelőadóként, meghívott előadóként, de számtalan olyan szakmai programot szervezünk pontosan emiatt, hogy kitárjuk kapuinkat, és a hallgatók szemléletét is, és nyitottságát is a megyei vállalatok irányába még jobban érzékenyítsük, illetve információkat adjunk nekik arról, mert egy mai fiatal számára nem biztos, hogy az az evidencia a vállalatok életéről, ami a valóság, és ezt a kettőt mindenképp közelítenünk szükséges egymáshoz. Az egyetemnek az elejét mutatja az is, hogy hányan jelentkeznek külföldről a képzésekre, ebben hogyan áll most? Hát a külföldi képzések vonatkozásában még rendkívül gyerekcipőben járunk, hagyományosan megvannak ennek országosan nagy képzőhelyei, de óriási sikernek könyveljük el, hogy mellettük itt két nagy szomszédos vár mellett, akik ebben már nagyon komoly sikereket értek el, mert mondjuk olyan szakokat, mint mondjuk az orvostudomány oktatnak, hogy amellett is egyáltalán a Nyíregyházi Egyetem különböző országok, fejlődő országok szintén meg tudott jelenni, és valójában komoly érdeklődésekkel bírunk. Hát a teljesség felsorolása mellett azért a legtöbb hallgatónk Algéria, Angola, Banglades, Jemen, Pakisztán, Törökország ból realizálódik, és azt se felejtsük el, hogy nem csak a távolabbi országokból, de határmentiségünkből adódóan van egy több mint 25 éves múlttal rendelkezünk határon túli beregszászra kihelyezett képzési portfóliunk, ami az gazdálkodási és menedzsment szakon közgazdászokat képzünk beregszászban a határon túli magyar fiataloknak. Ez különösen jó és jelentős a háború miatt. Természetesen, tehát ennek mind gazdasági, erkölcsi, társadalmi vonatkozásai ezek felbecsülhetetlenek.
És ez a képzési portfólió most már második évben ki fog egészülni rövid ciklusú, tanító szakra épülő tanárképzési szakokkal, énekzeletes nevelésedző és vizuális kultúra területen. No, hát szombaton volt a tanévzáró, de lassan itt a szeptember is indul a következő tanév. A nyár sem telik munkanélkül. Melyek azok a legfontosabb dátumok és tudnivalók, amelyeket tudniuk kell azoknak, akik most jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetem valamelyik képzésére? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy akik az oktatásban dolgoznak, hogy azoknak milyen jó, hogy ott van az a szabad nyár. De ahhoz, hogy egy szeptember zökkenőmentesen tudjunk indítani, rengeteg szakmai háttér folyamatot kell elvégeznünk. A előttünk álló időszakban legfontosabb feladataink a július 15-21-e közötti pótfelvételi eljárásnak, bocsánat, a realizálása. Július 21-én tudják meg a hallgatók, hogy melyik felsőoktatási intézménybe sikerült felvételt nyerniük. Azoknak, akiknek nem sikerült felvételt nyerniük, vagy nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, de a nyár folyamán meggondolták magukat, július végén, augusztus hónapban kezdődik a pótfelvételi időszak. Pontos dátum még erre vonatkozóan nem ismert, de mindenkit kérünk, hogy a felvi.hu-n vagy az egyetem honlapján érdeklődhet ezekről a időpontokról, illetve nagyon fontos, hogy pótfelvételi időszakban hirdetjük azokat a képzéseinket, amelyek a frissen végzett diplomásainknak, vagy korábban végzett diplomás hallgatóinknak adnak másoddiplomás képzésekre lehetőségeket. Az új tanév 2022. szeptember 3-án indul az ünnepi tanévnyitó ünnepséggel, és az oktatást a szeptember 5-i héten, hétfőn fogjuk kezdeni. Ami még nagyon fontos és nagyon komoly szakmai munka, és én itt szeretném megköszönni az egyetem valamennyi oktatójának, szakmai támogatójának és szakemberének azt a segítséget, hogy az elmúlt időszakban a KKK-k, a képzési kimeneti feltételek megváltozása okán teljes körűen innoválódtak mint a tanterveink. Ez elsősorban érintette az osztatlan tanárképzéseket, illetve az alapszakjainknak egy jó részét. Azt gondoljuk, hogy a tradíciók megtartása mellett olyan képzési portfóliót tudunk egy-egy szakon belül most már adni a hallgatónak, ami az ő 21. századi igényeihez még közelebb áll, és várjuk a hallgatókat, hogy ismerjék meg a mi munkánkat testközelből is. És gondolom, arra is fel vannak készülve, bár ne így legyen, hogyha véletlenül a járványhelyzet rosszabbodna, akkor, mint ahogy eddig is, akkor részben vagy egészben, akkor online térbe helyezik át a oktatást. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt gondolom, hogy ezt teljes zökkenőmentesen meg fogjuk tudni oldani. Vannak azok a területek, amelyeken már tudjuk, hogy nem működik az online, hanem inkább egy pici jelenlétet igényel, de ezt is az elmúlt évek tapasztalatai alapján teljesen meg tudjuk oldani, sőt, azért évről évben ebben is fejlődünk, de ne kerüljön erre sort, mert a jelenléti oktatásnak azért egy olyan légköre van, ami az első diplomás hallgatók számára, főleg nappali tagozaton azért elengedhetetlen, hogy azt a szocializációt is megismerjék, ismerve a jövő trendjeit. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívásomat. Én is köszönöm. Orvosokat, ápolókat és egészségügyi dolgozókat ünnepeltek a Megyeházan a Szemmelweis nap alkalmából. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház vezetősége 31 szakembernek adott át kitüntetést, a Magyar Orvosi Kamara pedig háziorvosok munkáját ismerte el. Tárogatóval megszólaltatott dallamokkal köszöntötték a Megyeháza dísztermében az orvosokat és egészségügyi dolgozókat. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, amelyet Szemmelweis Ignác születésnapján tartanak. Hasonlóan az előző évekhez, most is ebből az alkalomból díjazta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház vezetősége azokat az orvosokat, szakdolgozókat és ápolókat, akik több évtizedek kiemelkedően végzik munkájukat. Összesen 31-en kaptak kitüntetést. A Magyar Egészségügy napját Szemmelweis Ignác 1818. július 1-i születésnapjára emlékezve 1992 óta rendezzük meg. Mindannyian tudjuk, ki is volt Szemmelweis Ignác. Tudjuk, miért hívják az anyák megmentőjének.
Anélkül, hogy ismert lett volna akkoriban a baktériumok szerepe a gyermekágyi láz kialakulásában, Semmelweis doktor a fertőzés megelőzésének leghatékonyabb eszközét, a fertőtlenítő kézmosást írta elő az általa vezetett intézményben. És ha ezt tudjuk, akkor azt is értjük, hogy mindannak, amire ő tanított bennünket, milyen különleges aktualitását éljük napjainkban már több mint két éve. Ez a két év rendkívül küzdelmekkel volt tele. A pandémia olyan ellenségként rontott ránk, amiről mindannyian csak történelemkönyvek lapjain olvastunk, és azt hittük, a modern orvostudomány korában ez már nem lehet valós fenyegetés. Szondi Zita főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta, az egészségügyben az elmúlt két évben régóta nem tapasztalt összehangolt munkára volt szükség. Az elmúlt időszak másról sem szólt, mint a pandémiáról, a járványról, a menekültellátásról, és olyan krízisekről, kritikus helyzetekről, amelyeket együtt kellett megoldanunk. Együtt mindannyiunknak, akik a kórházban dolgozunk, orvosoknak, ápolóknak, adminisztrátoroknak, a háttérszolgáltatásban dolgozó műszaki, gazdasági terület dolgozóinak, hiszen csak együtt és egymást támogatva sikerülhetett az, amit elértünk. Csatlakoztak hozzánk a kórházon kívüli szervezetek is, hiszen a teremben végignézve azt mondhatom, hogy mindenkivel együttműködtünk, és ennek az együttműködésnek az eredményeként hajtottuk végre az oltási programot, és láttuk el a betegeinket. Az elmúlt két évben ez a rendkívüli nagy munka összekovácsolt bennünket. Az előzőekhez képest is sokkal többet tudunk egymásról, sokkal jobban ismerjük egymás munkáját, és sokkal jobban megértjük azt, hogy kire hol van szükség, és oda megyünk, ott dolgozunk, oda irányítjuk az embereinket, a munkatársainkat, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Én azt gondolom, ezt a betegek érdekében tesszük. Az elmúlt időszakban veszteségeink is voltak, számtalan ünnepségen megemlékeztünk a Dorján Gusztáv főigazgató úrról, aki velünk volt, akinek a vidámsága, a lojalitása a mai napig velünk együtt él. Én azt gondolom, a mai nap is kicsit róla is szól, egy néhány percet mindenki idézem vissza a gondolataiban főigazgató úrról. Az együttműködés az egészségügyben alapvető fontosságú, a jövőnket is meghatározza, hiszen nem vagyunk sokan. Mondhatnám azt is, hogy nem vagyunk elegen, de úgy dolgozunk és úgy szervezzük a feladatainkat, hogy mindenhol ott legyünk, ahol szükség van ránk. Román István megyei kormány megbízott is a koronavírus járvány elleni védekezést, az oltási akció hatékonyságát és a menekültek egészségügyi ellátását emelte ki beszédében. Az az időszak, amit magunk mögött hagytunk, egy főigazgató asszony is mondta, ez az időszak, ez új kihívásokat jelentett a számunkra. Én azt gondolom, hogy a megyében élő emberek számára megnyitató volt, hogy ezeknek a kihívásoknak sikerült megfelelni. Sok esetben közös munkával, az oltások szervezése kapcsán, a pandémia elleni védekezés kapcsán, és ugye nekünk még itt bónusz feladatunk is adódott, mert az ukrán határnál is folytattunk oltásokat, és több tízezer ukrán állampolgároknak az átoltottságát segítettük ezáltal. Legutóbbi időszakban pedig a menekült áradat kapcsán kellett helytállni az egész megyének. Elhelyezkedésünknél fogva ez így van, hogy bennünket érnek ezek a feladatok legelőször, és el kell, hogy mondjam önöknek, hogy ez sikerült minden területen megtennünk, ebbe az egészségügy is beletartozik. Az idei volt az első olyan Semmelweis napi ünnepség, amelyet a kórház a Magyar Orvosi Kamarával együtt szervezett. A kamara megyei szervezete címzetes főorvosi címeket adományozott azok számára, akik legalább 20 éve házi orvosként tevékenykednek, míg négyen kiváló orvosdíjban részesültek. Egy háziorvos számára oly ritka az az alkalom, amikor elismerésben részesül, mikor ilyen igazán impozáns környezetben díjazzák a tevékenységét, a gyógyító tevékenységét. 20 év az hatalmas idő, bár egy jogszabály teszi lehetővé a címviselését, de az az orvos, aki ennyi időt töltött a betegei szolgálatában, már csak a szolgálattal magával kiérdemelte, hogy főorvos legyen a szűkebb környezetében, bármiféle jogszabály nélkül is. Külön örömöt jelent ezért számomra, hogy egy közös rendezvény keretében szimbolikusan is láthatóvá válik az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó kollégák egymásra utaltsága,
együtt örülünk egymás eredményeinek. Július 1-je az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap, így múlt hét pénteken zárva tartott a gyógyszertárak többsége, a háziorvosi, a fogorvosi szakrendelők, valamint a védőnői tanácsadók sem fogadtak pácienseket. A sürgős esetek ellátását az ügyeleti rendszerint biztosították a nap folyamán. Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!